Köszöntöm a Szentendre ma nézőit, elsőként lássuk mai híradónk tartalmát röviden. Tiszta buli várta a fiatalokat a V8-ban. Húsvéti fesztivál a Skanzenben. Görög táncház a Barcsaiban. Ingyenes, drog- és alkoholmentes bulival várta a Vizes 8-as uszoda a tiniket szombaton. Az este 8 óráig tartó rendezvényen pogácsával, üdítővel kínálták a résztvevőket, és több neves DJ is fellépett. Tanulságos és hasznos program volt a fiatalok számára a hétvégén, hiszen minden kérdésre választ kaphattak a droggal, alkohollal kapcsolatban egy jó hangulatú zenés, táncos rendezvény keretein belül. Erre a rendhagyó bulira a szülők aggodalom nélkül engedhették el gyermekeiket. Két gyerekes apukaként nagyon-nagyon fontosnak tartom, és hát hogy mondhatnék nemet egy ilyen felkérés egyfelől, mert már mondtam, fontosnak tartom, másfelől azért, mert mi szentendrei örömmel vállalok itt fellépést abban a városban, ahol lakom. Egyébként a Szentendrei Önkormányzat, a Szentendrei Rendőrkapitányság és a Kék Kocka felkérésére vállaltam el ezt a fellépést, és tettem örömmel eleget, és bármikor teszek újra örömmel eleget, hiszen nagyon-nagyon jól éreztem magam, de nem is az a fontos, hogy én éreztem magam jól, hanem hogy a vendégek, akik eljöttek, akik ma délután, majdnem éjszakát mondtam, szakmai ártalom, akik délután megtiszteltek bennünket ezen a rendezvényen, ezen a tini diszkon, azok jól érezik magukat, és szemmel láthatóan jól érezték magukat. Személyesen, tulajdonképpen munkatapasztalatként mit tudsz elmondani, mennyire kapcsolódik össze a diszkó világa és a drogfogyasztás? Én azt gondolom és úgy látom, azt tapasztalom, hogy egyáltalán nem kapcsolódik össze. Ez én inkább úgy fogalmaznék, ez valami tévhit, vagy valamiféle régmúltból, régmúltból visszamaradt gondolkodás, vagy gondolat, mert a mai generáció, a mai szórakoztatóipar egyáltalán nem... Nem tapasztalom azt, az a legkifejezőbb, hogy összekapcsolódna vele. Nézd, az, hogy most valaki mondjuk elfogyaszt egy alkoholos italt, egy koktélt, vagy egy pesgőt, egy pohárpesgőt, vagy bármilyen más alkoholos italt egy szórakozás keretén belül. Nézd, vannak, akik vacsora mellett borozgatnak. Én azt gondolom, hogy ebben semmi olyan kivetni való nincs, mint az előzőben, amit feltette a droggal kapcsolatban. Abban van kivetni való. Én nem értek egyet azzal, ha valaki úgy tudja elképzelni a szórakozását. Főleg az én buliaimon, hogy azt összekapcsolja a droggal. Azt mindig elmondtam 10-20, lassan 30 év az interjúim alkalmával, senkinek sem vagyok az apukája, senki feje fölött nem fog pálcát törni, mindenki saját sorsának a kovácsa. De ha tehetem, igenis felhívom rá figyelmét a szórakozóknak, a fiatalságnak, annak a generációnak éppen, amelyiknek éppen zenélek, szóismétléssel, hogyha lehet, kerülje a drogokat. Kerülje és élvezze a zenét. Én mindig azt tudom, hogy nekem a zene a drog. Olyan dopingszerként hat rám, hogy az, ami leírhatatlan. Én attól tudok megőrülni, extázisba esni, euforikus hangulatot teremteni egy adott klubban, szórakozó helyen, vagy egy fesztiváli fellépésem alkalmával. Mondi Mónika, a Félkör Alapítvány egyik tagja beszélt arról, hogy mivel foglalkozik az alapítványuk, hogy próbálnak segíteni a szenvedélybetegeken, és hogy próbálják megelőzni a drogfogyasztást. 2012 óta a Kék Kocka Nonprofit BT-vel együtt szerződésben látunk el feladatokat. A 2012-es előtti esztendőket a Kék Kocka látta el, tehát tulajdonképpen szerződésben vagyunk, és ugyanazokkal a szakemberekkel látunk el drogprevenciós feladatokat, drogmegelőzésben vagyunk otthon, elterelést tartunk szülőknek, nyertünk most pályázatot, ahol a szülők felvilágosításra áthelyeztük a középpontba, illetve családokkal foglalkozunk, tehát foglalkozunk nagyrészt olyan szerhasználókkal, akik rendőrségi ügy miatt kerülnek hozzánk, illetve olyanokkal, akik önkéntesen, de mindenképpen szenvedélybetegséggel és azzal küzdőkkel foglalkozunk. Azt gondolom, hogy a prevenció az mindenképpen az első lépés, amit akár a családok, szülők tekintetében, vagy akár az iskola tekintetében is megtehetnek azok, akik próbálják a mostani fiatalokat, a gyerekeket megóvni attól, hogy komolyabb problémájuk legyen a kábítószerekkel. Most a kábítószereket eltüntetni sajnos nem lehet, tehát egyelőre nincs erre mód és lehetőség, hogy megszűnjön, illetve más
drogok is ugye mindig ott lesznek, tehát hogy valahol fel kell venni a versenyt tulajdonképpen a drogok ellen, és a prevenciónak itt van a jelentősége, hogy még mielőtt valakiből függő lesz, előtte könnyebb megelőzni azt, hogy a függőség kialakuljon, mert sokkal nehezebb kezelni. A Kék Kocka Alapítvány kezdeményezésével jött létre ez a prevenciós diszkó, hogy legyen a városban egy olyan rendezvény, ahol lehetőség van a tiszta szórakozásra. A szervezetünk kábítószerfogyasztó fiatalokkal foglalkozik, illetve az őszülőit, hozzátartozóit fogadjuk azért, hogy hatékonyabb legyen a kezelésük, és arra jutottunk, hogy szükséges a városban egy olyan rendezvény, amely bevonza a fiatalokat, és lehetőséget kapnak a tiszta szermentes szórakozásra, és ezt a kezdeményezést, ezt egy első lépcsőfoknak tartjuk. Szeretnénk, hogyha folytatódna, és minél több lehetőség lenne olyan szórakozásra, szabadidős lehetőségre, ahol tisztán tudnak részt venni. Elsődleges a prevenció. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb minden szempontból. Abból a szempontból is, hogy első kipróbálás ne történjen meg, de aki már próbált ki kábítószert, ő is ne szokjon rá, hanem próbáljon meg tisztán szórakozni és megtalálni azokat a lehetőségeket, ami kábítószer nélkül is adott lehet neki. Ne a kábítószer fogyasztásban találja meg a boldogságot, hanem egyéb más lehetőségekben. Nagyon nehéz ezt mérni, de mint mindenki tudja, a prevenció az nagyon fontos, tehát ha már egy emberen segítettünk, akkor már segítettünk, de én azt gondolom, hogy itt kezdődik minden, tehát a megelőzés a legfontosabb, mert az sokkal egyszerűbb, sokkal hatékonyabb, mint egy kábítószerfüggő egyénnek a kezelése, ha egyáltalán részt vesz a kezelésbe. Ugye tudjuk azt, hogy nagyon nehezen jut el addig, még beismeri, hogy ez problémát okoz neki, és itt ugye nem csak a kábítószerfogyasztókra gondolok, hanem az alkohollal kapcsolatban is. Tehát, hogyha valaki rendszeresen fogyaszt, nem biztos, hogy belátja, hogy ez probléma neki. Tehát mindenképpen a prevenció az elsődleges, és erre helyezzük a hangsúlyt, hogy minél hamarabb, minél korábban tudjunk olyan lehetőségeket nyújtani, ami által megelőzzük akár a kipróbálást, akár a rászokást. Mennyire kapcsolódik a drogfogyasztás a diszkók világához, ez a műfaj? Hát napjainkban nagyon. De én azt gondolom, hogy meg kell a lehetőséget teremteni arra, hogy legyenek olyan szórakozási lehetőségek és olyan szórakozó helyek, ahol tisztán is részt lehet venni, és ennek az első kezdeményezése itt a városban, Szentendrén ez a buli, és bízunk benne, hogy lesz folytatása ennek a rendezvénynek. A jó hangulatról DJ Sterbinski mellett DJ Night és a horvát Cynthia Borbényi Dániel duó gondoskodott. A tiszta buli ingyenes volt a fiatalok számára, sőt még üdítővel és pogácsával is kedveskedtek a szervezők a jelenlévőknek. A Skansen híres húsvéti fesztiválja az idéni színpompás kavalkáddal várja az ünneplőket április 5-én és 6-án. Az elmaradhatatlan hagyományos programok mellett ezúttal különlegességekkel is készülnek. A magyarországi nemzetiségek, vendek, ruszinok, horvátok, svábok, szlovákok húsvéti szokásaiból is ízelítőt kapnak a látogatók. Mivel nem húsvét a húsvét finomságok nélkül, a skanzenesek a gasztronómia szerelmeseire is gondoltak. A szárnyas ízvadász, incsiklandó és a rendhagyó bárányos, csülkös és tojásos ételeket készít, és megkóstolhatóak a nemzetiségek húsvéti ételei is. Második alkalommal tartott táncházat a Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat a Barcsai Jenő Általános Iskola aulájában. A résztvevők most is jól szórakoztak. Országszerte több településen hagyomány, hogy táncházak keretében ismertetik meg a város nemzetiségei kultúrájukat az érdeklődőkkel. Szentendrén a Görög Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére a görög kultúrával, táncokkal ismerkedhettek immár második alkalommal a táncház résztvevői. Ez a kezdeményezés akkor indult a fejünkben, amikor megválasztottak minket az önkormányzati választások alkalmával, megalakult a testületünk,
és ez volt az egyik fő tervünk, hogy egy olyan táncházat szervezzünk ide Szentendrére, ami havi rendszerességgel itt létre tud jönni, és vonza az itt élőket, illetve a környéken élőket, örök származásúakat, nemzetiségűeket, illetve hát mindenkit, akit ez érdekel, ez a zene és ez a fajta tánc. Az előző alkalom egy hónappal ezelőtt volt, az volt az első ilyen közösségi nyitó programunk, nagyon jól sikerült. Úgy tényleg azt konstatáltuk, hogy a saját családi baráti körünkön kívül más érdeklődők is megjelentek, és nagyon élvezték a táncházat. Szerintem ez azért lehet ez vonzó program, mert hogy itt a környéken, tehát Budapesten sok a táncház, a görög táncház, de itt Szentendrén eddig még nem volt, és szeretnénk, hogyha a jövőben ez kinőné magát egy balkán táncházzá. Úgyhogy az előző alkalomhoz képest, ami most más, hát nem igazán, szóval szeretnénk, talán a táncok mások lesznek, tehát újabb és újabb táncokat fog Furcsa Gábor tanítani, de hogy ide be lehet csatlakozni, tehát bármikor bárki jöhet, egymásra épülnek ezek az alkalmak. A táncház egyre népszerűbb a szentendreiek körében. Szívesen ismerkednek az emberek más kultúrák táncaival, amit remélhetőleg hónapról hónapra tanulhatnak majd a szentendrei görög nemzetiségi önkormányzat rendezvényein. A görög táncok, ugye balkán táncokhoz soroljuk őket, ezért ilyen látszkörtáncok, tehát nagyon könnyen megtanulhatók, mert általában ugyanazt a lépést kell többször ismételgetni a táncok folyamán, hogy ebben is vannak könnyebbek és nehezebbek, általában úgy kezdjük, hogy mindig a könnyebb felől haladunk a nehezebb felé, tehát aki már évek óta táncol, az ugye már inkább a bonyolultabb lépéseket szereti, nekik már ezek a tanulós lépések ugye már egy kicsit úgymond unalmasak, de azért, hogyha tudják a dalokat, akkor ennek azért megvan egy hangulata. Tehát ez így úgy az igazi, hogyha az ember tudja a dalt is, és a táncot is együtt táncolni. Attól függ, hogy kinek mennyire van a vérében, tehát akiben van valami ilyen balkáni vér, azok nagyon könnyen, de általában hamar elsajátítják, tehát nincs probléma. Így a könnyebbeket, a nehezebbeket, ahhoz azért több idő kell. A görög tánchoz görög zene is kell, amit ahogyan az előző alkalommal is az Akropolis Kompánia együttes biztosított a jelenlévőknek. Az Akropolis Kompánia néven futunk most. Az együttes tagjairól annyit kell tudni, hogy mindannyian görög származásiak vagyunk, és mindannyian nagyon régóta dolgozunk ebben a stílusban, és nagyon jó barátok is vagyunk. Annyit kell még tudni, hogy ez a formáció körülbelül 2 éve alakult így ki. Természetesen más formációban, más tagokkal kiegészülve már többször dolgoztunk együtt, de úgy érzem, hogy most jutottunk el arra a pontra, amikor azt mondjuk, hogy kész vagyunk. Az együttesnek a felállásából és a hangszerek, amiket használunk, abból igazából egy rebetiko nevezetű stílus tudunk játszani, az áll hozzánk a legközelebb. Természetesen játszunk mást is igénynek megfelelően, főleg a táncházas fellépéseinken. Ugye muszáj a közönséget kiszolgálni, el kell játszani azt, amit kérnek tőlünk, és természetesen az is fontos, hogy ha táncházról van szó, akkor sokrétű legyen, sok tánc legyen benne, lehetőleg mindent megpróbálunk eljátszani. Mivel görög zenéről van szó, ugye elsősorban a buzukiról kell beszélni, akkor gitárt használunk, hagyományos gitárt, és használunk egy baglamát, ami kisebb, mint a buzuki, 3 húros, szépen csilingelő hangja van, és használunk még tuberlekit, hát a darbuka néven többen ismerik talán, ez is egy ilyen török-görög hangszer, és természetesen énekelünk, van énekesnünk is, Stefani Dujano. Egyébként, ha már őt megemlítettem, akkor megemlíteném, hogy a gitárosunk az Fulidis Jorgos, a baglamán és tuberlekin Szertaridis Janis játszik, én pedig buzukin játszok, Szokalopulos Janis vagyok. Hagyományteremtő céllal hívta életre a táncházat a szentendrei görög nemzetiségi önkormányzat. Ennek köszönhetően a jövő hónapban is mindenki számára folytatódik majd a görög táncokkal való ismerkedés.
A Szentendre ma adását látták. Maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Fókuszban című magazinműsorunk következik, melyben Horváth Hegyi Olivér evangélikus lelkésszel láthatnak egy beszélgetést a húsvéti szokásokról. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!